Szia Szabi, jó reggelt! Szerbusztok! Szia Szabi! Hát kezdjük a fellépő ruháddal. Kötelező kelléket kertésznek a kertésznadrág? Nem kötelező, de én imádom igazából. Annyira, ugye, én akkor megyek az utcán, nagyon sokszor van az, hogy leülök az utcakőre, meg nem tudom, most ezt ilyen elegáns ruhába, egyébként azt hiszem, hogy egy öltönyön van, azt ilyen esküvőkre, meg ilyesmikre szoktam fölvállni. De már, főkertész úr, nem hiszük el. Tehát ne is de... járjon egy, szerintem ne járjon egy főkertész így az van. Utcán öltönyben. Így van, így van. Nekem én... nagyon tetszik a kertésznadrágot. Szóval. Annyira kényelmes, és lehet benne guggolni, és lehet benne ülni, és lehet benne férdelni. Hát igen, ugyanis ugye az a növényekhez ugye oda kell hajolni. Ezért nagyon a kisfiúkra, kislányokra. Igen? És majd valamikor máskor. Nem. Térde fordos már, főkertész úr. Vannak rajta ilyen foltok egyébként, igen. Na most egyébként az a vicc, hogy vannak ilyen drágább boltokba vásárolt kertésznadrág. Nem, annyira jó. Ez a kertésznadrág, ami rajtam van, ezt tudjátok, hogy honnan van? Hát, közmunkások használják ezt. Tehát ez egy kifejezetten olcsó, de annyira zseni. Figyelj! Szünetben leveszem, fölveszem, próbáld föl, nem akarod majd levenni, annyira kényelmes. Tényleg, nem figyeltem meg, de figyelj. Figyelj, három darab van, egy rajtam, egy kivasalva várja a holnapot, és egy a mosásban mindig. Mm-hmm. Kellenél több? Nem. Na, szerintem nagyon jól áll neked ez a kert. És ez nem tudom, hány szó volt ki most, most tényleg felállok. Nézzétek meg, hogy ez ki van egy fokban. Slankit? Aha. Nagyon klassz. Nem, hát ezt így, hát még kéne slankit csinálni. Hát nem az, hogy rajok. Jó, de kérdés. Állítható pántok vannak. Az így van, állítható pántok, könnyen kibújsz belőle. És tényleg az, hogy akkor, amikor dolgozol, akkor ne arra kelljen figyelni, jaj, mi van a ruháddal, meg stb. Ez nyugodtan földes lesz, úgyis földes lesz, mindenképpen. Aha. És a növények, és ugye ezzel nagyon sokan ugye csak most szembesülnek, hogy ugye vizesek, amikor ugye reggel elkezdünk velük dolgozni. És a víz meg a föld az ugye sár, és az rámegy a ruhára, de ez gyönyörűen leporolódik, úgyhogy tényleg zseniális. Úgyhogy ha egyszer ruhákat fogok gyártani, mert ezért nem most lesz, akkor ezt az anyagot fogom kikutatni, hogy ez micsoda. Egy a lényeg, hogy egyébként nagyon sokan ugye úgy mennek ki a kertbe, hogy hát milyen ruhát vesznek föl, amit már nem hordanak az utcára. Igen. Hát most persze ezen el lehet így gondolkozni, hogy akkor megtisztelik ezzel a kertet, vagy nem tisztelik meg. Jaj! Azért, hogy ne legyek már egy körömcipőbe kis estében. Nem, csak hogy... templom, érted? Igen, csak az, hogy tényleg legyen egy külön kertész van. Egyébként Nyugat-Európában, ahol több kedvük van az embereknek ezekhez a dolgokhoz, ott külön ruhatár van, tehát külön ilyen dizájnos ruhák vannak, nyilván van rajta pillangó, meg mit tudom én micsoda, meg virág, meg ilyesmi, tehát ott külön direkt gyártanak ruhákat, inkább úgy mondjam, ott annak van piaca, hogy olyan ruhákat gyártsanak, amiket csak azért vesznek az emberek, hogy abba menjenek ki a kertbe. Ilyen ruhán nekem is van, de ez mindössze egy kesztyű, amit felveszek, hogyha túlkálom a földet. Hát nem voltam kellően figyelmes, hogy a praktikus része is van a ruhádnak, Szabi, tehát hogyha nem mondod, hogy nagyon könnyen le lehet venni. Igen, vannak rajta gombok, vagy nem tudom, mire gondolsz, tehát... Tehát, hogy amikor a szükség úgy hozza, figyelj, minden, nagyon könnyen, minden szuper, persze, jó. Ajánlok hozzá egy nagyon jó cipőt, tehát én még éltem ennyit a saját ruháimról nem beszéltem. Nem külön hívtuk meg.